össze egy egyetemistákból álló önkéntes csoport, egy alapítvány. Én egyébként még csak fél év vagyok tagja az Amigosnak, de alapvetően az egésznek az a célja, hogy olyan gyerekekhez járjunk be, akik nagyon sok időt töltnek a kórházban, vagy nem is egyben nagyon sok időt, de mondjuk többszöri kezelésre szorulnak, és mondjuk havonta be kell menniük egy-két hétre a kórházba. És őket nyelvtanítás, vagy bármilyen egyéb iskolai tantárgy szintén tanítás, de nyelvfókusz foglalkozunk velük, illetve ezen felül, hogy játszunk velük, kézműves foglalkozásokban részesítsük őket. Először van egy aránylag komoly felvételi, amilyen egész sok irányból megnézik a személyiségünket, meg az érdeklődési körünket, így az Amigoson belül. Utána van ilyen személyes beszélgetés is, akkor utána, akiket fölvettek a csapatba, azoknak lesz egy ilyen Amigo iskola. Alapvetően én kerestem, már keresem jó ideje azt, hogy a társadalminak hogy lehet hasznos. Nagyon szeretem valamit amit önkénteskedni, és akkor a Corvinus Pali újságán megláttam egy hirdetést, hogy az Amigók hát felvételit tartanak. Ez nagyon megtetszett, mert egyrészt beteg gyerekekkel foglalkozunk, és azt is láttam mögött, hogy ez egy közösség. Édesapám orvos, édesanyám ápolandó és szociális munkás vezetségű, és én tulajdonképpen a kórházban nőttem, idézőjelbe téve nőttem, már nagyon sokat jártunk be édesapámat látogatni, és ezáltal azok a ridegnek mondott fehér kórházi folyosók azok számomra abszolút nem ijesztőek, hanem igazából csak egy megszokott atmoszféra. Szülők általában nagy segítségek, mert ők, hogyha a gyerek még először bátortan, akkor mondják, hogy na, gyerünk, csinálj valamit, tanuljatok. Az ő vállukról is leveszünk terhet azzal, hogy mi foglalkozunk a gyermekeikkel, és nem ők egy pillanatra van, aki ki tud venni, akkor kávézni, le tud kicsit ülni. Mert ők is ott vannak 24 órában a gyerek mellett, és olyan nehéz szint a szülőknek is, hanem nehezebb, mert tényleg azt látjuk, hogy ők mindig ott vannak, és mindig segítik a gyerekeket. Gyakran ők is bevonhatók egyébként különböző foglalkozásokba, akár játékba, akár kézműves foglalkozásba. Nekem volt több olyan gyermek is, akivel hát nem olyan nagyon erős kötődés, de részemről mindenképp egyfajta érdeklődés kialakult, hogy na, amikor bemegyek, majd vajon ő is ott lesz-e. Nekem is volt ugye fél év alatt egy srác, akivel 3-4 alkalommal is találkoztam, és akkor ugye a második alkalommal már ugye egy névről tudtunk beszélgetni, azért az mindig egy ilyen jobb érzés, egy ilyen ismerős jön hozzá, meg amikor ismerősre találkozom, akkor már tudunk reflektálni azokra a dolgokra, amiket már ismertünk egymásról, meg úgy bensőségesebb tud lenni a viszony. És ez nagyon érdekes egyébként, mert amikor egy idő után már nincs ott, akkor az egy keserédes érzés, hogy te vártad azt, hogy ő ott legyen és foglalkozhass vele, ő már nincs ott, ennek valószínűleg az oka, hogy neki már nem kell, hogy ott legyen, ami mindenképpen pozitív, hiszen ez a fő cél, csak ugye az ember is emberből van, és néha ez visszájára fordul. Sokszor itt tényleg feltöltődve is pozitívan és boldogan jövünk ki a kórházból. Nyilván nagyon nehéz az, hogy a gyerekeket látjuk, hogy szenvednek, vagy nehéz nekik, viszont az, amikor ott vagyunk és segítünk nekik, az látjuk, hogy nekik mindig jó, és ez erőt ad. Mindenképpen egyensúlyt kell találni. Nagyon nem lehet érzelmileg bevonódni, mivel abban az esetben ugye nem is tudnánk megfelelően foglalkozni velük. Sose volt ilyen, hogy valaki mondjuk kilépett volna, mert nem bírta. Általában tudjuk, hogyha nagyon súlyos az állapot egy gyermeknek, és akkor előre úgy az önkéntesek is ezt készítik magukba. Igazából így mindig azt nézzük benne, hogy akkor legalább azt az időszakban is ott voltunk neki. Thank you.